Zürichben vagyunk ezen a héten csütörtökön reggel. A csaknem 400 000-es, gyönyörű szép svájci nagyváros éli mindennapi életét. Kicsit hideg van ugyan, de ez nem ritkaság errefelé. Ez pedig itt Zürich, Wollishofen nevű elővárosa, a nyugdíjasok paradicsoma. Egy idősek otthona előtt állok, jó nagy gombóccal a torkomban. Hamarosan nyílik az ajtó. Hamarosan találkozhatok valakivel, akiről 64 évig nem hallott senki. Szóval mindjárt jön a titok főszereplője, de előtte még Budapest, a TV2 székháza, a Napló szerkesztősége Magyarországon. Számítógépen monitorjáról egy lenyűgöző szépségű fiatal lány néz vissza rám. A fiatal lányt Golbeának hívják, az 1940-es években kevés emberről írtak annyit, mint róla. Film főszerepek, újságcímlapok, zeneakadémiai előadás, meg annyi zsúfolt teltházas fellépés köthető a nevéhez. Ezek a képek 1942-ben készültek Golbeáról, aki 6 évvel később elhagyta Magyarországot. Aztán 64 éven keresztül néma csend. Az adattárakban az szerepelt, hogy eltűnt, vagy meghalhatott valahol, valamikor. Személyesen ismerek olyanokat, akik már jelentkeztek nálam, hogy festményük van Golbeáról, stb., mert mai napig szeretik. Budán vagyunk, kiváló kollégám Verasztó Gábor lakásában. Gábornak hamarosan újabb könyve jelenik meg, immár a 19. Ebben az egykora közelben lakó Golbeáról is ír. Gábor sok mindent tud, ám bevallása szerint a kirakós játék több darabkája is hiányzik még, de nem adja fel, mert hiszi, hogy Golbea titka sokakat érdekelhet. Hasonló esetről nem tudok, hogy kiment volna úgy, emigrált volna úgy magyar színész, hogy utána nyomtalanul eltűnt. A Gábortól szerzett információk alapján visszaülök a gépemhez. Egy Zürichben élő szerb embert, Vladimir Vukszánovicsot keresem. Az ő szomszédja volt a titokzatos magyar hölgy. Vladimirtól megtudom, hogy tavaly járt már egy magyar ápolónő nála, írok is neki, a válasz nem késik. Kis Judit sok sikert kíván, és fantasztikusnak tartja az új híreket. Azt írja, hogy Vladimir tudja a legtöbbet. Elkezdem hát szervezni a svájci utazást. Azt a minden ide csinos. Magas, nézd meg, milyen magas nő volt. Mielőtt még útnak indulnék, felkeresem a Nemzeti Filmarchívumot, ahol a háború előtti magyar filmek legfőbb kutatója vár. Többen is mondták nekem, amit Kuruc Márton nem tud a korszakról, az nincs is. Most régi kópiákat veszünk elő, töredékes, olykor hiányos magyar filmeket, olyanokat, amelyekben Golbea volt a főszereplő. Golbea a 40-es évek háborús Magyarországának egy sokat foglalkoztató színésznője volt, egy tulajdonképpen szex szimbólumnak is nevezhető olyan érdekes egyéniség volt, akinek érdemes volt odafigyelni a nevére is, akire oda is figyeltek. Golbea sztár volt akkoriban Magyarországon? Sztár volt, igen. A beszélő köntös Jávor Pállal és Csortos Gyulával. A Haláltánc, amelynek hangkópiája elveszett, de így is jól látszik a fiatal magyar színésznő szépsége. Aztán a Fráter Lóránt, Páger Antallal. Maradjon, olyan szépen beszélt, órákig elhallgatni. Te vagy nekem a tűz! A családunk szégyene Turaidával, és persze mindenhol Golbeával. Jöjjön be a vőlegényem. Nem ajánlom, lehetnek olyan részletek, amelyekről jobb, ha nem. Előtte akarok beszélni. A lányjal, akivel akkoriban minden újságot el lehetett adni, akiért tódultak az emberek a moziba. És itt egy igazi kuriózum, a legelső amatőr felvétel Golbeáról. Nézzük a képeket a kutatóval, aki a közelmúltban már értesült arról, hogy Golbea él. És Kuruc Márton azt mondja, bár ő is csak hiányosan ismeri a történetet, ez az egyik legcsodálatosabb hír, amit a közelmúltban hallott. Szinte ő az utolsó, aki ebből a két háború közötti korszakból, aki filmen szerepelt, film szerepet játszott, ráadásul film főszerepet, és még életben van. Isten éltesse sokáig. Rohanok vissza a Naplóba. Vladimir Vukszánovics aggasztó levelét olvasom. Miután svájci precizitással tájékoztatott mindenről, most azt írja, hogy Golbea állapota nagyban leromlott, kétségessé vált a találkozás. Én azért reménykedem. Addig is irány egy budai étterem. Találtam ugyanis olyan művészeket, akik rendszeresen felléptek Golbeával,
körülbelül 100-szor. Nagyon szép lány volt, és sokat volt címlapon, sokat kritizálták, igen, sok kritika jelent meg róla, úgyhogy ő nagyon befutott volt. Óriási öröm együtt teáznom Géczi Dorottya színművésznővel és a harmonikázás örök legendájával Tabányi Mihállyal. Annak idején zsúfolásig megtöltötték az éttermeket, a színházakat és a csarnokokat, aztán jött a háború, amely után partnerük nyom nélkül eltűnt. Azóta nem hallottak róla semmit. Valamennyi koncert, amin fellépett, akár mint táncosnő, akár mint kis prózai dolgokat is előadott, mert a közönség annyira szerette, és egy akkora sztár volt tulajdonképpen, hogy mikor a zenekarom előtt fellépett, hát vastaps fogadta. Vége a beszélgetésnek, következik egy üzenet. Megkérem a két idős művészt, hogy üzenjenek egykori társuknak. Ha sikerül találkoznom Gól Beával, ígérem, hogy átadom a jó kívánságokat. 2013. december 4-e szerda, nekivágok. Ha szerencsém lesz, és Isten is úgy akarja, talán sikerülhet a találkozó. Este érkezem Zürichbe. Egy belvárosi kávézó felé autózom, oda beszéltem meg a találkozót Vladimir Vukszánovicssal. Ő az. Jön egy rövid adategyeztetés. Megtudom, hogy a magyar hölgyet ma már Beatrix, más dokumentumok szerint Bea vagy Beatrice Navzgernek hívják. Sokan nem is tudták, hogy magyar. Sétálni indulunk, Vladimir mesélni kezd. Azt mondja, hogy az idős hölgy évekig volt a szomszédja, aztán egyszer csak eltörte a lábát. Közben felújították a lakását, költöztetni is kellett. És akkor Vladimir talált két dobozt. Benne több száz fényképpel és újságcikkel. És akkor a szerb fiatalember ereiben megfagyott a vér. Egyelőre ennyiben maradunk. Egyszerűen hihetetlen, hogy egy ekkora filmcsillag itt élt a szomszédomban, úgy, hogy soha senkinek nem beszélt a múltjáról. Sem nekem, sem másnak. Másnap kora reggel, ahogy átautózom Zürichen, eláll a lélegzetem. Svájc legnagyobb városa, valóságos ékszerdoboz. Ahol már megindult a karácsonyi forgatag, mindenki siet valahová. Én például a külvárosba, itt lakik Vladimir Vukszánovics, akivel a dobozok tartalmát nézzük, és megelevenedik a múlt. A gyönyörű színésznő, a keresett kalapmodell, az ünnepelt címlaplány múltja. Leggyakrabban kalapokat népszerűsített itt Svájcban. Állítólag ő volt az egyik legjobb. Vladimir elmeséli, hogy kellett pár nap, amíg rádöbbent, hogy az idős szomszédasszony, vagyis Beatrix Navzger valószínűleg egy elfelejtett magyar sztár. Ekkor a zürichi szerb férfi elkezdett magyar internetes honlapokat böngészni. Látta is a fiatalkori képeket, de nem értette a szöveget. Mindmáig ő sem tette össze teljesen a hihetetlen kirakós játék darabkáit. Pontosan emlékszik a filmek nevére, de a forgatás dátumára már nem. És néha mesél arról, amiről korábban még soha. Ti ugye jó barátok vagytok, mondd, hogy van most ő? Hát öregesen, de jól. Egy idősek otthonában él, sok-sok sorstársával, kedves, aranyos, kicsit feledékeny, idős emberrel körülvéve. Eljött az idő. Egy óra alatt érünk Wollishofenbe. Vladimir bemegy az idősek otthonába. A gombóc egyre csak nő a torkomban. És egyszer csak nyílik az ajtó. Jön Beatrix Navzger, vagyis a magyar színésznő Gól Bea. Jó napot kívánok, csokolom! Nem látom. Nem látok, nyújtom a kezemet, csokolom. Köszönöm. A kezét, Vujist Vörtko vagyok. Nem tudom, hogy mit csináljunk most, még nevetsünk, vagy sírjunk, vagy sírjunk. Inkább nevessünk, csokolom a kezét. Jöjjön, drága. Örülök, hogy jött. Én is nagyon örülök, hogy itt tetszik lenni, és köszönöm szépen, hogy eltölti velünk a napot. Az interjú előtt besétálunk a belvárosba, az idős hölgy pedig mesél. Elmondja, hogy első férje öngyilkos lett, később született egy kisfia, de ő is meghalt. Svájcban kalapmodell, majd balettanár lett. Magyar papírjai nincsenek, jól érzi magát. Szereti a vörösbort, imád magyar színészkönyveket olvasni, és azt mondja, hogy a sok megpróbáltatás ellenére boldog. Megérkezünk Vladimir lakásába, leülünk. Kezdődhet az interjú, vagy mondom inkább úgy, a beszélgetés. De tetszik nem ezekre a cikkekre emlékezni? Ja, igen. Azért nagyon sokat írtak. Ja, igen, de kinek volt? Magyar kislányból lesz az új Greta Garbo, mondják Rómában. Te jó Isten!
Golbea emlékei olykor a feledés homályába vesznek. Mégis jó vele beszélgetni. Nagyon jó. Hogy tetszik lenni? Élek. De még mindig a zenemániám. Mivel tetszik foglalkozni? Van a haverjaim, ugyanabban a házban lakunk, és azok jönnek be, én rendszerint kimegyek az utcára, és haverokhoz. De nem tudom megmagyarázni, hogy az jönnek, mennek. Amióta itt tetszik élni Svájcban, 1948 óta, szóval volt már otthon Magyarországon? Nem. Van-e valaki olyan, vagy volt-e valaki olyan 1948 után, akivel tetszett tartani a kapcsolatot? Nem. Gondolt már valaha arra, hogy egyszer visszalátogat Magyarországon? Nem. Miért nem? Mert a múltban nem lehet visszamenni. Hogy emlékszik arra vissza, amikor önt Magyarországon ünnepelték, híres színésznő volt? Nem voltam híres színésznő, táncikáltam, kész. Több főszerepe volt a filmekben, láttam őket. Mert kevés pénzbe kerültem, és anyám boldog volt, mert ő neki volt a mániája, hogy engem ismerjenek. Tessék nekem megmondani, hogy itt Svájcban mivel tetszett foglalkozni? Elkezdtem fényképeket csinálni. Uh-huh. És nem tudom, hogy mi alapon, mert tulajdonképpen nem is vagyok olyan csinos. Legyünk őszinték. Én megnéztem azokat a fényképeket, meg címlapokat. Hát ritkán lát az ember ennyire gyönyörű nőt. Köszönöm szépen a komplimentet. Arra tetszik emlékezni, hogy nagyon sok rajongója volt? Gondolom, hogy igen, de az nekem mint vicc volt. Fotózták, autogramot osztogatott, igen, híres igen. Ember volt, címlapokon szerepelt. Na és? Nem hiányzik, hogy... Nem. Nem? Nem, nem. Mi a kedvenc étel? Rántotta. Rántotta? Mi? De magyarosan? Magyar, az én formám. Bea, ezt a rövid beszélgetést látni fogja nagyon sok ember Magyarországon. Halálra röhögik magukat, hogy én a rántottáról beszélek. Isten éltesse Bea néni nagyon sokáig. Köszönöm szépen, de ez nekem már így is túl sok. Hát még fiatal asszony, 86 éves még. És az fiatal. Hát? Vége a beszélgetésnek, jön a meglepetés. Tudják, az üzenet az egykori társaktól, amit még Budapesten rögzítettünk. Hoztam egy kis meglepetést. Csodás. Két olyan nagyszerű ember, Tabányi Mihály harmonika művész és Géci Dorottya színésznő, akivel együtt tetszettek fellépni. Erre emlékszem. És megmutatom az üzenetet, jó? Ja, köszönöm. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm, és további nagyon-nagyon jó életet és jó egészséget kívánok neki. Nagy szeretettel üdvözöllek én is. Nekem még akkor ilyen eszményképen voltál, mint növendék. Én is szőke voltam és táncoltam, és örülök, hogy jól vagy, jó egészséget kívánok, és emlékezünk rá. Szia! Szia! Mit tetszik szólni? Csodás! Sokat beszélgettünk még, főleg a pizzáról, az időjárásról, a magyar zene szépségeiről. És Bea újra és újra elmondja, hogy minden úgy jó, ahogy van. Ő boldog, és talán ez a legfontosabb. Még Budapesten a Filmarchívumban Kuruc Márton kutató azt mondta, hogy bármit sikerül rögzítenünk Golbeáról, kéri, hogy az interjút tegyük el neki is, mert szeretné a jövőnek is eltenni. Hiszen tényleg példátlan, ami történt. Azután, a ködös reggel után, hogy Golbea elhagyta Magyarországot, már soha nem tért vissza és senkivel nem tartotta a kapcsolatot, ezért gondolták több mint 6 évtizedig, hogy nyom nélkül eltűnt, vagy esetleg már nincs is közöttünk. Pedig láthatják, kifogástalanul beszél magyarul, jól érzi magát, egészséges. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy bemutathassam a magyar filmtörténet egyik rejtélyes szeletét és tündéri szereplőjét. Bújstvörtko riportját látták Zürichből, Svájcból.